Breaking news annyira Breaking News, hogy nem került bele még a hosszú villanyóra podcastbe sem. Ma reggeltől nem csak Teslások tölthetnek a magyarországi Tesla Superchargereken, igaz nem mindegyiken, a 10 csak nyolc helyszínen. Láttátok, hallottátok, mi a vélemény? Én még én már ki is próbáltam, tehát reggel köszönhetően neked, ugye arra ébredtem, hogy csörög a telefonom, hogy azonnal, de azonnal menjek és próbáljam ki a Supercharger-t, mert hogy most már lehet tölteni nem Teslákat is a supercharger -re. Mondtam, hogy jó, oké. Úgyhogy autóba pattantam és elmentem fótra, ahol rajtam kívül volt még néhány Teszlás, akik kerekszemekkel nézték, hogy én mit azok a jégen ott a töltőoszlopok között, mert ugye elsőre beálltam úgy, mintha Tesla-val aztán rájöttem, hogy a BMW-nek a másik oldalon van a csatlakozó, úgyhogy át kellett álljak egyel arrébb, hogy elérjen a kárba. két oszlopot leblokkoltál tőlük, fonton, rögtön ponton, két ami két oszlop. A töltő. Így van, rögtön Lehet, csak, lehet két hogy csak szlop. azért nézték annyira Tibor, mert még nem láttak embert pizsamában BMW-t tölteni egy Tesla töltő. Az is lehet, igen, de hát figyelj, mindig van egy első alkalom. Miért olyan Igen, bocsánat, mondjuk. Hát azért olyan nagy esemény ez, mert Magyarországon sajnos, különösen a keleti régióban nagyon-nagyon kevés 50 kw gyorsabb töltő van. Volt eddig, ami mindenkinek elérhető. Most viszont hirtelen 92 darabbal több ilyen 125-150 vagy akár 250 kW töltési teljesítményre képes oszlop jelent meg egy szempillantásra a magyar töltőállózatban. Szerintem ez több, mint ami eddig volt. Tehát, hogyha összeadjuk az ilyen elszórtan található 150-es töltőket, meg az ajánlíti töltőket, az nincs 90. Én nem számoltam össze, bevalom de én ilyen 40-50-re tippelem. Mm, igen, én nem tudom, jó tippet. Más, más szolgáltatóknál a 70 kW az már hiperchargernek minősül, akkor a erre mit fog ráírni. De mindenképpen fontos, hogy. Hát azért ki a végét, mert amikor beállnak majd a tesztlások, meg beáll az összes töltőcsatlakozóra a, a, tehát a maradék töltőcsatlakozóra néhány nem teszlás, akkor ott lesz több mint 75 kW a töltési teljesítmény. Hát Pont azt ezt akartam mondani, hogy -e mi azért nem lesz ebből gond. De lesz gond, ugyanis én főnöm. fóton, fóton az elmúlt két alkalommal 50-60 kw töltöttem a Teslát, mert telt ház volt, és annyi áram jutott. Igen, de nem hiszem, hogy mindegyik autó, amíg beáll 250 kW-ot fel fog venni, mert ne, nem fognak annyit elhasználni. Nem is tudnám, mert olyan 400, 400 kilovatjuk van körülbelül, tehát 100 kilovatt jut a 4-es oszlopon, tehát a V3-as Supercharger 4-es blokkján oszloponként körülbelül 100 kW jut, hogyha mindenki ki tudja használni a 100 kW-ot. Akkor annak kell szurkolni, hogy Dacia a Spring foglalja, mert akkor, akkor jut neked még bőven teljesítmény. na de, na de miről is van szó? Arról van szó, hogy nem kihasználtság alapján osztották meg. Nagyon régóta vártuk, hogy megnyissák a töltőket, és most megtörtént, de úgy, tűnik, hogy az Osan áruházaknál lévő nyolc helyszínt nyitották meg, mert Sormás és Győr, ami nem Osanos töltő, az kimaradt a megnyitásból. És szerintem ezek a helyszínek mind elbírnák, vagy elbírják ezt a nyitást fót kivételével, ahol azért még most a fizetős rendszerben is megmegesik, hogy sorakozás van. Igen, most mikor eljöttem, akkor már a 12 oszlopból 8-at foglaltak teszlások. én voltam még egy kahú és 4 szabad oszlop volt, ami hát azért, lássuk be, elég magas foglaltsági arány. És milyen volt a töltés élmény? Simán nem ment? Alapvetően igen, nekem egy kicsit akadozott, mert ugye én többször is indítottam azért, hogy tudjak videót készíteni, meg, meg legyen fotóm, meg ilyesmi, meg állt át a másik oszlophoz, és volt, hogy miközben a, a telefonnal babráltam, addigra time out a kocsi, vagy tehát, hogy nem, nem indult el rögtön a töltés, de alapvetően, hogyha az ember tényleg csak oda megy és bedugja a kábelt és indít, akkor, akkor azonnal működik. Viszont azt a kényelmet nem kapják meg a nem teszlások, mint ami a, a Tesla tulajdonosoknak jár, hogy bedugják a kábelt és indul a töltés mert az applikációból kell ugye kiválasztani a, a helyszínt és a töltőoszlopnak a számát, hogy elindítsuk a, a töltést. Ja, de hogy Balázs felhívta rá el a figyelmet, eléggé eldugott helyen is van az applikációban, legalábbis nekünk Tesla tulajdonosoknak, azt nem tudjuk, hogy akinek nincs Teslája ja hozzárendelve a Tesla applikációban a fiókhozott egyértelműbb-e. Igen, tehát aki, aki, még nem látott ilyet, mert ugye eddig a magyar fiókokkal ez nem működött, persze Szöcskének speciális fiókja van, mint tudjuk, de hát abban az autóban minden speciális, úgyhogy ezzel nem lepődünk meg, meg azt is beszéltük már, hogy azért nem volt ezt annyira nehéz megmókolni, mert egy, mondjuk egy kamu német címmel egy új fiókkal elő lehetett csalni, ezt hogy lehessen másra tölteni, de úgyhogy ha valakinek magyar profilja volt, eddig nem látta ezt, úgyhogy én most ránéztem a, a az applikációra egy reggel, és nekem abszolút nem volt egyértelmű, hogy hol kell keresni. Megfejtés az, hogy a profilképetre kell rákattintani, és ott amellett, hogy vehetsz új Teslát, meg rendelhetsz a nem létező shopból dolgokat, mellette ott van a jobb az, hogy nem Tesla jármű töltése, ha arra rámész, akkor látod, hogy melyik oszlopok vannak megnyitva minden autó előtt, és utána, ha kiválasztottad a helyszínt, akkor egy következő képernyőn ki tudod választani azt, hogy melyik oszlopon állsz konkrétan, és melyiken szeretnél a töltést. Ha végig gondol, ez teljesen, teljesen logikus egyébként. Én, ha Tesla helyébe lennék, én is pontosan így csináltam volna, hiszen választhat, hogy vagy rendel egy Teslát, és akkor azt tölti rendesen a Tesla supercharger kényelmesen, vagy tölti a most meglévő vackát, és az... Ugye negyed év végén tölti. vagyunk, szerintem ilyenkor van annyi autókészleten, hogy lehet, hogy azonnal ott is van az autó, mert mehet, nem, nem fotra kell, mert nem a Váci útra az autó, és mehet vele tölteni. Ennyi. Annyit fontos kérdezik. mondjuk el, hogy mennyibe kerül azoknak, akik, akik oh, nem tesztások, hogy a tesztások 197 forintért töltenek, a nem tesztások pedig vagy 266 forintért tölthetnek jelenleg úgy minden nélkül, vagy pedig, hogyha havi előfizetést vásárolnak, ami 5000 forint, akkor ugyanúgy a 197 forintot használják. A, ennek egyébként még van egy ilyen apró kis csillagos része, ami meglepő lehet más szolgáltatókhoz képest, nem tudom, hogy úgy általában szolgáltatókhoz képest, hogy nincs éves hűség, tehát havonta lemondhatod ezt. De hogyha valaki egy hosszabb útra vagy nyaralásra megy, már megérheti egy hónapra előfizetni, mert én azt számoltam, hogy ez a 69 forint, ami a különbség, nagyjából 72 kilovattoránál jön vissza. Tehát ha valaki kétszer teletölti már az autóját, egy a töltőn a hónapban, akkor már megéri neki az 5000 forint. Igen, nem rosszára, ezek úgy általában a többi szolgáltatóhoz képest, nagyjából színben vannak, tehát hogyha megnézzük, akkor az eon is 299 forint azt hiszem a töltés, nagy teljesítményű töltőoszlopokon. Tehát, hogy így, 280. Ott 280, tehát nagyjából ezen a szinten vannak, hogyha viszont valaki rászánt pénzt, ha díjat előfizetésre, akkor azért ennél a márkakártyáknál vannak jobb ajánlatok, például a BMW uh, előfizetési csomagja, ami szintén 5000 forint havonta, az ennél kedvezőbb, ott viszont éves hűségidő van tulajdonképpen, tehát hogyha előfizetek, akkor egész évre kell fizetni, ami nyilván meg hátrány. tehát aki, aki nem használja ki, csak évente ritkán néhányszor, annak nem biztos, hogy ezt megéri. Igen, ez izgalmas van, lesz, ez, ez volt. belép a roaming szolgáltatásba, belevágtam Szabolcs szavába, ugyanis például a, Charge Map, a francia Charge szolgáltatóval már lehet tölteni igen, <coughs> Tesla. És most, és most két ezen a héten volt hír a dkv nak meg nem is tudom, egy másik, talán holland szolgáltatónak a, a hálózata is belépett ebbe a roaming szolgáltatásba, tehát most már azoknak az előfizetők, vagy azok az előfizetők is tudják indítani ezeket a töltőket a Tesla abból, hogyha hozzárendelik a töltők kártyájukat a Tesla applikációhoz. Mm -hmm. Viszont egy dolog még van egy még, fontos... amiről. Igen, nem. eddig nem beszéltünk, lehet hogy nem csak, a, mondani, le, nem csak a magyarországi töltők nyílnak meg a magyaroknak, hanem a magyarok most már használják Nyugat-Európában is a Tesla Superchargereket, nem Teslákkal, hogyha jól sejtem. Igen, ezt, pont ezt akartam, amikor ezt beszélgettük Szöcskével e, még a felvétel előtt, hogy ez nagyon fontos lehet annak, aki külföldre megy, e, nem Teslája van, és mondjuk azon a környéken nincsenek normális töltők, ott lehetséges, hogy ez, ez egy könnyebbség akkor mostantól. Hát vagy ha előfizet, akkor erre előfizet egy 5000 forint, forinttel, hogyha külföldre indul, és akkor úgy tud viszonylag kedvező ára, áron tölteni a teljesítményű töltőkön, hogy nincs épp egész éves hűség ideje. Igen, Így azt van. hiszem hogy mindenképpen érdemes hát megnézni, hogy az útvonal mentén azok a Tesla töltők meg vannak-e nyitva, tehát ne arra számítsatok, hogyha tudjátok, már láttátok, ott van egy supercharger, azt biztos lehet használni, mert ugye nem nyílt meg a teljes hálózat úgyhogy azt azért érdemes eltelni, hogy amit kiszemeltetek az úthoz, az itt van e Illetve van még egy fontos dolog, talán erről nem beszéltünk még, hogy Romániában is megnyíltak a Tesla supercharger vagy hát legalábbis némelyikük, úgyhogy aki abba az irányba indul el, ott is érdemes megnézni a Tesla hálózatát. Szerintem mindent elmondtunk, amiben a rövid 5 percesre szánt, de 10 percesre nyúlt videóba belefért erről a témáról. Majd a jövő heti hosszú villanyóra podcastben szerintem még újra elővesszük, és akkor mellett, hogy több tapasztalatról is be tudunk számolni, meg véleményekről. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót és ne felejtjétek el, hogy van nekünk egy írott oldalunk a villanyautosok.hu, valamint a Villanyóra Podcast minden héten egy ilyen körülbelül másfél órában, nem csak ezzel, hanem mindenféle érdekes témákkal foglalkozik a másik csatornánkon a Villanyautósok extrán. Gyertek, nézzétek meg azt is. Sziasztok! És szavazzatok a supercharger hogy kezd helyre is települjön, vagy telepítsen Tesla. Hogyha bejut az első ötbe, akkor ott is lesz, és bárki használhatja. Sziasztok! Sziasztok!